Köszöntöm a Városi Televízió nézőit, önök az Art Kultúra című magazin műsorunkat látják 2021. március 5-én pénteken. A pontos idő 20 óra, kérem tekintsék meg mai műsorunk tartalmát. Nemzetőr Egyesület tevékenységei. Zeneiskola helyzete a pandémia idején. Amit tudtunk, elvégeztünk, de sok minden kimaradt, mondta Molnár Sándor dandártábornok, a Jászlóskun-Szolnok megyei Nemzetőr Egyesület elnök helyettese és a mezőtúri szervezet parancsnoka. Herceg Antal alezredessel többek között az Egyesület 2020-as tevékenységeiről és a 21-es év terveiről, valamint a nemzetőség fő feladatairól és üzenetéről nyilatkoztak televíziónknak. A Jászlóskun-Szolnok megyei Nemzetőr Egyesület mezőtúri szervezetének hogyan telt a 2020-as éve, milyen eseményekről tudna beszámolni? Hát az Egyesületben Múnár Sándor vagyok, a dandártábornok, és a megyei egyesület elnök helyettese is egyben, és a mezőtúri szervezetnek a parancsnoka, hát illetve hát ide tartozik a környezetünkben lévő túrköve is, hát mezőhűk is, és itt a mi mezőtúr környékén van, azok is ide tartoznak. Hát a múlt évünk, amit tudtunk, azt elvégeztünk, de sok minden kimaradt, amit beterveztünk. Annyit meg tudtunk csinálni, hogy amikor már egy kicsit engedett a vírushelyzet, akkor a megyei állománygyűlés, a kihelyezett állománygyűlést itt Mezőtúron megszerveztük, és ide hívta össze a parancsnok úr, nem csak a Szolnok megyei egyesületnek a parancsnokait, hanem a szövetségnek is a parancsnokát, mivel ő a Batthyány gróf, Batthyány Lajos szövetségnek a vezetője is szintén így be, és azoknak a képviselői szintén itt részt vettek. Úgy lehetett megoldani még akkor, hogy olyan lehetőséget kaptunk, hogy tető lehet a felünk felett, de oldalt nem lett fal, és így a sportpályánál, a bejáratnál, ahol csak tető volt, ott tudtuk megrendezni. És megrendeztük ezt a kihelyezett állománygyűlést, és ezután a következő lépés volt a törtelen, a továbbképzésünk. Törtelék továbbképzésen ott részt vettek szintén a szövetségen belüli tagok, és hát ott eltelt egy napunk, egy egész napunk, és ott, hát amivel szoktunk foglalkozni, ilyen különféle kiképzések és tantermek kint, hát most inkább kint volt a tantermekben, nem lehetett bemenni, és akkor az udvaron végeztük el, és a többit pedig hát gyakorlatképpen ott az erdős részén hajtották végre a fiatalabb nemzetőrök. Hát tulajdonképpen ezek voltak a múlt évi megmozdulásunk. Utána, ami lett volna szeptemberben, már azon nem tudtunk úgy részt venni, és a novemberben szokott lenni a Kucorgó téren állítottak fel egy nemzetőr szobrot, egy igen magas szobor, és oda szoktunk minden évben menni november 4-én megkoszorúzni ezt a szobrot, de most az nem jött össze, mert akkor megint a vírus helyzet miatt nem tudtuk végrehajtani ezt a feladatot. Hát itt egy helyben van még két intenzív tagunk, aki még mozog, hát az egyik a Turkevei Ladányi Gyula és a másik Szecsény Sándor, aki itt helyben van. Ők, akik még úgy
be lehet őket fogni, és akkor ők részt vesznek ezen a megmozdulásokon. Hát körülbelül röviden ennyit a múlt év értékeléséről. Az idei évre vonatkozólag milyen célokkal, milyen tervekkel készülnek? Herceg Antal vagyok, a lezredes koordinátor. Főleg mezőtúri tevékenységet kaptam, amit meg kell oldanom. Két évben sikerült, sajnos a harmadik év már nem engedte. Ez volt a rendhagyó történelmi óra. Ez a történelmi óra úgy csapódott le, hogy iskola igazgatók először kicsit félve engedtek be bennünket, de mivel olyan témát vittünk, ami a gyerekeket igen érdekli, eljutottunk szinte majdnem minden iskolába. Egyetlen egy maradt ki, az is a vírus miatt, a lány gimnázium, és sajnos azt még mai napig sem nem tudtuk pótolni, de a befogadó hajlamosság megvan, mint készen vagyunk rá, hogy befejezzük az elmúlt évi tananyagunkat. Ha a vírus engedi, meg fogjuk csinálni. Én nekem, mint koordinátornak az a szerepe, hogy ezeket a rendhagyó történelmi órákat előkészítsem, megszervezzem a mondani valót, és legyen, aki befogadja, ez pedig a fiatalság, a fiatalságot pedig iskolába találjuk meg úgy, hogy helyet adnak, gyerekek érdeklődnek, és létszámuk is olyan, hogy szinte egy terembe le se tudnak ülni, annyian vannak. Még feladatom ebbe a koordinátor megbízásba a katasztrófa védelemmel a kapcsolat, a rendőrséggel a kapcsolat és a polgármester hivatallal. Polgármesterhivataltól kapunk feladatokat, amit megoldunk, nem sokat, de azokat maradéktalanul meg tudom oldani, vagy oldatni. Még a két társszervezet mellett vannak olyan dolgok, amit át kell beszélni, egyeztetni kell, hisz mink egy társadalmi tevékenységet folytatunk, de ahol lehet, segítünk mind a két oldalról. A létszám nevelésben is van feladatom. Az én feladatom az, hogy aki jelentkezik, az elbeszélgetése formájába megtörténjen a kapcsolatfelvétel. Mink elmondjuk, hogy részünkről mi az elvárás, ő elmondja, hogy tudja vállalni, nem tudja vállalni, hisz nem könnyű feladat az, ha valaki nemzetőr, részt venni a rendezvényeken, részt venni a városi elvárásokon, és nem utolsó sorba úgy kell viselkedni, hogy az egyenruha tisztelete ne sérüljön. És itt szeretném megragadni az alkalmat, a mezőtúri olyan illetőségekhez, hogy van lehetőség, ha az elmondatok alapján lát benne kedvet, hozzáállást és segítőkészséget, akkor tisztelettel várjuk. Ez egy önkéntes egyesület, senki nincs kényszerítve semmire, de amit elvállalt, az becsületesen teljesítse. Példát tudunk mutatni, amit a tábornok úr elmondott a koszorúzás alkalmával, kapunk segítséget is a koszorúzáshoz, és én úgy gondolom, hogy nem egy utolsó lehetőség részünkről, hogy a városba meg tudunk jelenni színvonalasan, példát tudunk mutatni, és az elvárásoknak eleget tudunk tenni.
Hogyan fogadták a fiatalok a rendhagyó történelem órákat, és miért tartották ezt fontos célnak? Él és tanul és dolgozik, nem csak a jelent kell neki ismerni, hanem a múltat is. Ha múltat nem ismeri, akkor nincs mire építeni a jelent. Ha pedig a jelent építi, több valószínű, hogy annak jövője is lesz. Elsősorban a legutolsó évben a 100. évfordulót vettük célul, Trianont, ami tiszteletére ültettünk egy fájdalomfát szarvason, és Trianonnak azt a részét próbáltuk a fiatalsággal megismertetni, ami a könyvben nincs leírva. A történelmi óra előadója családjával együtt vett részt a trianoni szétszakadásnak, saját élményét hozta elsősorban, és közvetlen kapott információt azokról az eseményekről, amik akkora elszakadásokkal jártak. Nagyon megvoltak a fiatalok elégedve, és bízunk benne, ha felszabadul az ország a vírus nyomása alól, megint találunk egy olyan témát, amit szívesen végighallgatnak, és egy építési alap lesz a múltból, hogy megértsék a mai jelent is. És tovább tudják adni azokat a régi dolgokat, amik nincsenek a történelemkönyvbe leírva, nem hallották másoktól, a következő generációnak is. Ön hogyan tudná bemutatni, mi a nemzetőröknek a fő feladatuk, fő célkitűzéseik? Tulajdonképpen ez a hagyományőrzés a fő feladatunk, az 1848-as hagyománynak a továbbvitele egyrészt. Hát egyébként ott, amikor még Gróf Batthyán Lajos megalakította ezt a nemzetőr egységet, akkor ott olyan kiképzés formák zajlottak le, ott képezték elő, majd a honvédség kötelékébe, akik átkerültek, végül átkerült az egész nemzetőrség a honvédséghez, és akkor úgy pillanatnyilag úgy beolvadt a honvédség kötelékébe. Hát 56-ban megint volt egy próbálkozás ott, de csak rövid ideig tartott, mivel az forradalom is rövid ideig tartott, és ott is próbálkoztak ezzel. Hát ennek tulajdonképpen egy lényege az, hogy a hagyományt vinnénk tovább, vagy visszük tovább, és a jövő generációnak próbáljuk bemutatni azt, hogy a hagyomány tisztelete hogyan hajtjuk végre, egyrészt hazaszeretet címén, és hát próbálnánk őket ebbe az irányba is elmozdítani, de nem mindenki úgy érti ezt a helyzetet, mert ez tulajdonképpen azért, hogy ilyen ruhában vagyunk, ez nem azt jelenti, hogy mi rendőrséghez, katonossághoz, vagy katasztrófa idejelemhez tartozunk, hanem ez egy külön civil szervezet, teljesen civil, politika mentős teljesen, és itt nem politizálunk egyáltalán a nemzetőrségen belül. Hát fiatalok is, hát az összességében az egyesületben vannak több fiatal, elég sok fiatal van, amikor összejövünk, csak a mezőtúri fiataloknál még nem sikerült úgy elérni egy olyan célt, hogy ők is társuljanak hozzá, és akkor így közösen vinnék tovább ezt a tiszteletet, a múltnak a tiszteletét a jövő generációnak átadva. Hát reméljük, hogy majd idővel, hát ha lesznek olyanok, akik majd gondolkodnak ezen, és esetleg be is lépnek, nem erőltetünk senkit, ön szantából, mint ahogy említette is az ödes úr, hogy saját maga dönt el mindenki, hogy szeretne részt venni, vagy nem. A polgármester úrnak is köszönjük azt, hogy támogat bennünket, sőt, személyesen eljött a múlt évben, és tört erre is, és részt vett ott a kiképzésünkön.
és amiben ő lehetséges, ő támogat bennünket. A nemzetőrségnek mi a fő üzenete? Elsősorban az, hogy a mai történelmet ismerve, megtanulva, tökéletesen csak akkor érti meg, ha ismeri a múltat. Ugye mi szervezetünk 1848-49 óta létezik, kisebb-nagyobb megszakításokkal, és máma is arra törekszünk, ha van egy történelmi esemény, azt a történelmi eseményt megismerve, fel kell kutatni a múltat is, hogy az miért jött létre. Nekem az az üzenetem, ne féljenek egy kicsit visszamenni gondolatokba vagy eseményekbe a múlt világába, mert a tudást azt nem veszi el tőlük semmi, senki. De ha összetudja rakni a képeket, azok a képek magáért fognak beszélni, és bízok benne, amit összegyűjtöttek, tovább is tudják majd adni. Ebbe kérem az ifjúságot is, középkort is, és mondhatnám azt, hogy a nyugdíjas világot is meg merem szólítani, hogy ők is segítsenek a fiataloknak, segítsenek a régi történelmi dolgokba, dolgokat úgy felszínre hozni, hogy a fiatalok megőrizzék. És így úgy gondolom, találnak lehetőséget, és találnak elfoglaltságot is a Nemzetőr Egyesületbe, hisz engedélyezve van egy formaruha, amivel kitűnnek a többiek közül. Ez a formaruha az éjszaknak minden időszakában rendelkezésére áll, hordhassa, és ebbe a formaruhába úgy gondolom, ha beöltözik, akkor egy kicsit a történelmi rálátása más lesz, akár a fiatal, akár a középkor, vagy esetleg a nyugdíjas. Jelenkezzen bátran közénk! A Bárdos Lajos Alapfokú Művészeti Iskola rendezvényei is elmaradtak a tavalyi évben, valamint életbe lépett 2020 tavaszán a digitális oktatás. A korlátozás a tavalyi év szeptemberében már enyhült, és a gimnazista növendékeken kívül mindenki jelenléti oktatásban folytathatta a tanulmányait. Karapancs Erné Jász Ildikó tagintézmény vezető beszámolt arról, hogy milyen a helyzete a zeneiskolának ebben az időszakban. A 2020-as évben sajnos elmaradtak a rendezvények, így a hangversenyek is. Hogyan zárták ezt az évet? Mit tudhatunk a 2020-as évről? Mint minden iskolában, nálunk is komoly nehézségeket okozott a járványügyi helyzet bevezetése. Én személy szerint éppen 2020. március 11-én Budapesten az országos szolfés verseny területi válogatóján zsűriztem, és ott kaptuk a hírt, hogy tulajdonképpen már a válogatóról továbbjutó versenyzők, döntőbe jutó versenyzők már a döntőn nem vesznek részt, hiszen tavaly elmaradtak, az előző tanévben 2020-ban elmaradtak az országos versenyek döntői. Ez más szempontból is nagyon érzékenyen érintett minket, mert sok év után ismét volt egy növendékünk, aki döntőbe jutott az országos népzeneverseny döntőjébe, és sajnos ez a döntő is elmaradt, úgyhogy ez nagyon, nagyon rosszul érintett bennünket, de én úgy gondolom, hogy ami a rendezvények elmaradását illeti, az nem csak nekünk esett nagyon rosszul, hanem a gyerekeknek, a szülőknek, a bennünket ismerő zeneszerető, rendezvényeinket kedvelő mezőtúri lakosoknak is. A tanítás nem okozott különösebb gondot. Nagyon rugalmasak és nyitottak voltak a kollégáim, és megtalálták azt a módot, amivel a leghatékonyabban
lehet elsajátítani a gyerekeknek a zene és tánctanulást, bár megjegyzem, hogy se zenét, se táncot igazán online módszerekkel nem lehet 100%-osan elsajátítani. A személyes találkozásra nagyon vártunk, és szerencsére ez szeptemberben bekövetkezett. Pandémia tekintetében mi okozta a legnagyobb nehézséget a tavalyi évben? Én úgy gondolom, hogy a legnagyobb nehézség éppen a májusban esedékes visszajelentkezés, illetve az új tanítványoknak a beiratkozása, amit szintén e-mailen keresztül tudtak megtenni a kedves szülők, de éppen a csoportos művészeti ágakban a visszajelentkezéssel is meggondolták a körülményeket, és sajnos többen úgy döntöttek, hogy megvárják a járványügyi helyzet végét, ami sajnos még mindig tovább húzódik. És azt kell mondanom, hogy ezt a tanévet egy soha nem látott alacsony tanuló létszámmal, 220 alatti tanuló létszámmal kezdtük meg, holott mindig 250 körül, vagy inkább fölött szokott tanuló létszámunk alakulni. Ez nagyon hátrányosan érintett minket, ami viszont pozitív, és ugye mindig azt nézzük, hogy mi a pozitív, hogy ezt a létszámot viszont tudjuk tartani, sőt, még növeltük is, és bízom benne, hogy az év végére is megmarad ez a létszámunk, ami jelenleg kialakult. Említette, hogy szeptemberben visszaálltak a jelenléti oktatásra. Mit tudhatunk ennek a részleteiről? Mivel készülnek a 2021-es évre? Szerencsére az általános iskoláskorú gyerekek élőben személyes jelenléttel tanulhatnak nálunk. Ők vannak nagyobb számban iskolánkban, és sajnos a középfokú oktatási intézményekben tanuló növendékeink online órákon vesznek részt. Néhány alkalommal azért például a félévi vizsgák előtt, vagy versenyek előtt a személyes találkozásra is sort kerítünk. A programjaink, amiket szerettünk volna szervezni, elmaradtak. Hát a nagyszabású karácsonyi hangversenyünket próbáltuk első rendezvényként betervezni, de erre egyáltalán nem volt lehetőség. Még az előző tanévről jött át erre a tanévre a 9. mezőtúri zeneszerzői pályázat, ami hát úgy volt, hogy elmarad, de aztán mivel egy jelentősebb összeget pályázaton nyertünk erre a rendezvényre, érdekes, hogy országosan is egyedülálló ez a zeneszerzői pályázatunk, és mindig, illetve többször is sikeresen pályáztunk már a Nemzeti Tehetségprogram pályázatára, vagy egy ízben már a Magyar Művészeti Akadémia is támogatta ezt a rendezvényt, és akkor úgy gondoltuk, tovább gondoltuk, és március 20-áig, 2020 március 20-áig küldték el a pályázók a pályaműveiket, és úgy gondoltuk, ha már ők ezzel ennyit dolgoztak, és a zsűrit is fölkértük, és tulajdonképpen mindenki megkezdte a munkáját, akkor online formában megrendezzük, és így áttolódott ez októberre. Tehát már egy online versenyen túl vagyunk, nagyon sokan megköszönték, hogy fáradoztunk vele, és hogy valóban megvalósulhatott ez a rendezvény. És most éppen egy fafúvós verseny megrendezésére készülünk, szintén online, 9-éig fogják elküldeni a nevezőiskolák a videófájlokat, amit majd a zsűri online megosztás keretében fogja tudni lepontozni, illetve így alakul majd ki az eredmény. Ez lesz ez a 20. mezőtúri fafúvós versenyünk,
ami szintén digitális formában kerül megrendezésre. A tánctanszéken tanuló növendékek hogyan készülnek a 2021-es évre? Szerencsére több lehetőség is nyílik online megrendezett táncversenyeken való részvételre. A társos táncosaink már két ilyen versenyen részt is vettek, igen eredményesen és igen népesen. Itt a tánctermünkben tudták fölvenni a szükséges videóanyagot, és a balettosok is készülnek az Országos Modern Kortárs Tánc tanulmányi versenyre, amire szintén majd videófájlokat kell elküldeni. Most közeledik annak is a határideje. De nem csak a táncosok, hanem a hangszeresek is, ha nem is nagy, olyan nagy számmal, de azért vannak, akik kedvet kaptak ehhez az online versenyeztetéshez. Ősszel például egy csellistánk vett részt egy vonós fesztiválon, Abonyban. Most pedig már két jelentkezési lapot is elküldtünk az országos ütő, szóló és duó versenyre, és az országos elektroakusztikus zenei versenyre. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet! Önök az Art Kultúra című magazin műsorunkat látták. Újabb adással jövő hét pénteken is várjuk majd Önöket. Addig is minden jót kívánok! A viszontlátásra!